72-ben 30 éves voltam, ugye azért ez egy nagy pofon volt ez a dolog. Én még finneztem, vagy finneztem volna tovább is, de akkor megint a szövetség Tarics Zoltán ugye kimondta, hogy hát csalódott bennem, és ez így nem jó. Én akkor úgy gondoltam, hogy tehát átváltanék 470-esre. Szerettem versenyezni, meg egyáltalán ugye nem is tudtam magamat másképpen elképzelni, úgyhogy erre átváltottam, és egy pár évig 470-eseztem, de ez már akkor volt ez az olimpia, ugye az oroszok meg az amerikaiak ott, és mégis eldőlt, hogy a magyar csapat nem megy az olimpiára, úgyhogy az a gyakorlatilag nekem ugye el is múlt a 470-estől a kedvem, mert azért már akkor kezdtem őszülni is egy kicsit. És akkor elhatároztam, hogy a 470-est megpróbálom ugye Magyarországra kicsit bevezetni jobban, és akkor elmentem a Kenesére, a Sirály Szövetkezethez, és ott végül is sikerült 2 év alatt eljutni odáig, hogy gyártottunk 470-eseket. Hát az akkori lehetőségekhez ugye mérten, ha jól emlékszem, 40 vagy 45 darabot gyártottunk, ebből lett Magyarországon egy flotta, és mondjuk ennyit sikerült, hogy így Magyarországon akkor ez a 470-es osztály így hirtelen egy nagy robbanást elért, és tulajdonképpen ugyanakkora flotta lett, mint a finnesek, vagy közel akkora. Maradjunk annyiba, hogy ugye most van egy 50-es túrahajón, ez most éppen 10 éves lett idén, és ezekkel nagyon szeretek vele menni, családdal vagy unokákkal, de nagyon sokszor egyedül. De hát ez nem versenyhajó, hát a régi barátaimat ugye nem cseréltem le, hasonló ilyen fiatalok, mint jó magam, akikkel a szólingoztam, meg a 8 méteresbe is sokat örültünk egymásnak, tehát velük vitorlázom, és de ez már nem az a versenyzés. Hát persze egy kék szalag vagy egy földvárkeszthelyi, egy hosszú túra versenyzeket, mint nagyon szeretem ma is. De én a Balatont szeretem, ma már nem azt a verseny, most azt, hogy én nyerek, vagy persze hát jó nyerni, de már inkább úgy lehetőleg nem megyek ki, mint a díjkiosztóra oda, mert valahogy úgy gondolom, hogy oda már nem nekem kéne odaállni.